feketén tankolt egyes vevőinek egy dél-dunántúli benzinkutas. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai azonban megszüntették a gázolajbizniszt. A NAV bűnügyi, rendészeti és jövedéki szakterületének összehangolt munkája vezetett a benzinkút üzemeltetőinek tetten éréséhez. Éppen egy ilyen ügylet közben jelentek meg az adóhivatal szakemberei. A helyszínen lévő nyomozók és a bevetési egységtámogató járőrei megállapították, hogy azzal a módszerrel történt ez a tankolás, hogy a dízelkút fejet kiiktatták a rendszerből, egy kis biztosítékot kihúztak, és ezáltal sem a mérőóra, sem a vele összekapcsolásban lévő online pénztárgép nem mutatta az értékesített üzemanyag mennyiségét. Eddigre viszont már mintegy 250 liter üzemanyag átcsorgott a rendszeren a furgon rakterében kialakított tartályba. A nyomozás során kiderült, hogy korábban is értékesített így törvénytelen módon üzemanyagot a gyanúsított. A nyomozás jelenlegi adatai szerint ő viszonylag rövid idő alatt mintegy 6700 liter gázolajat értékesített már hasonló módszerrel. Nem fizette meg ezután a érdekesen értékesített üzemanyag után a fizetendő adókat, egészen pontosan 1 millió forint áfát, és jövedéki adónemben 570 ezer forint adó volt az, amit ő nem fizetett be. A nyomozók emiatt őt üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A fuvarozótól lefoglalták az adózatlan gázolajat, az elkövetéshez használt gépjárművet, a tartályt és készpénzt is.